Mekkora kihívás előtt állsz most? Hát komoly kihívás az egyértelmű. Kaptam egy felnőtt válogatottat, ami az utóbbi időben felemás eredményeket ért el. Az Olimpia Európa bajnokságon 7. helye, szerintem az kiváló eredmény. Sokszor nyilatkoztam, hogy nagyjából abban a tartományban van a magyar válogatott. Biztos, hogy sokan várnak egy többet, de én elégedett lennék, ha ott rövid időn belül tudunk azt a teljesítmény, meg ezt az eredmény állandósítani. A lányok közül sokakkal dolgoztál együtt, illetve dolgoztatok együtt Pigniszki Krisztinával egyetemben, hiszen U20-as VB címet nyertetek, U19-es EB címet. Milyen volt most újra találkozni a lányokkal? Hogy fogadtak? Hát jó. Az a két válogatott, oké, ott tényleg olyan családi állapot működött, jó eredményekkel. Az biztos, hogy magabiztonságot adott, de a többiekkel is, mondom, vagy klubszinten, vagy csapatszinten dolgoztam, mondom, két ember kivételével. Nem voltak olyan, hogy csapatomban lettek volna, de biztos, hogy tartottam nekik az edzéseket. Ismerjünk egymást, nagyjából tudják, hogy milyen vagyok, hogy mi hogy mit akarok. De mondom, az a két nap, ami most itt közösen dolgoztunk, erről szólt, hogy tisztázunk, hogy mit is akarunk, hogy az érdekek ez közösek legyenek, és szerintem jól is haladunk. Volt olyan játékos esetleg, aki a kinevezésedkor már felhívott, hogy örül annak, hogy te vagy a szövetségi kapitány? Nem szoktak olyanokat csinálni, a titokban örülnek. Volt olyan, ami felhívott, és akkor jó, köszönt, de nem az volt, hogy most köszönjük szépen, hanem azt, hogy mi elvárosom tőle, és az nagyon jó esett, csak azért, hogy igenis, az csapatember meg akar tudni, hogy mit is várnak tőle, és hogy mivel tud segítséget nyújtani a csapatnak. Úgy tudjuk, hogy meglepett Golovin Vlagyimir felkérése, hogy légy a másodedzője, így van? Igen, valóban váratlanul ért a felkérés, de természetesen nagyon örültem neki, és megtiszteltetésnek vettem. Mondtam a Vovának, hogy amennyiben összeegyeztethető lesz a Győri Akadémián végzett munkámmal, akkor természetesen csatlakozom hozzá egyből, tehát nem is kértem gondolkodási időt, ennyit, hogy tájékoztassam úgymond az otthoniakat, hogy egy nagyon komoly felkérést kaptam, és amennyiben támogatnak, akkor szeretném elvállalni. Ugye már nagyon sokat dolgoztatok együtt az utánpótlás válogatottak mellett, és szép sikereket is értetek, hiszen U20-es válogatott a világbajnoki cím, U19-er Európa bajnoki cím. Milyen volt a közös munka Golovin Vlagyimirrel? Először természetesen furcsa volt, hiszen a Vova váratlanul csöppent oda bele az utánpótlás válogatottak légkörébe, de egyből megtalálta az összhangot a lányokkal. Nagyon jó stáb alakult ki így a válogatott mellett, és tényleg azon dolgoztunk, hogy ez a válogatott, illetve az utána lévő minél sikeresebb legyen. Ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kellett, és nagyon jó stábot alkottunk. Így a lányok is érezték, hogy a bizalom töretlen feléjük, és képesek lehetnek valami nagyot alkotni. Pigniczky Krisztián viszont te hívtad fel, hogy legyen a másodedzőt. Ő azt mondta, hogy meglepődött ezen. Nálad egyértelmű volt, hogy őt szeretnéd segítődnek? Igen, ami működik, azt nem változtassunk, és azt működött, az eredmény is mutatta, és biztos vagyok benne, hogy ez továbbra is működni fog. Azért szerintem az jó, amikor egy hölgy is van vezetőedző mellett, vannak olyan átmenetek, amit én nem tudok megoldani, de ő biztos, hogy igen. Mitől működik jól ez a munkakapcsolat? Hát közös az egy érdekünk. És az nem csak az eredményre számít, nem, a kézilabdára is nagyjából ugyanazt gondoljunk. Egy irányba megyünk a többségbe, amit nem látom, mindig besegíti, megmondja, hogy nézzünk ezen az oldalon. A nő meg a férfi agy, az másképpen működik, és szerintem az a mind a kettő kiegészíti egymást. Szerintem azon, hogy őszinték vagyunk. A Vova mindenbe kikéri a tanácsomat. Én természetesen, ahogy gondolom, így egyből jelzem neki az észrevételeimet. Nem én vagyok a főnök, tehát teljes mértékben a Vova a döntéshozó, de elfogadja az én véleményemet mind nőként, mind volt játékosként, és talán ez lehet az, ami működik.
feltételezem, hogy leültetek már, átbeszéltetek, hogy milyen irányvonalat fogtok a válogatottnál követni, milyen irányvonal lesz ez? Ugye a mostani EB-selejtezőkre nagyon sok időnk abból nincs, hogy ugye szerdán már mérkőzés van, tehát itt most nem fogunk mindent törölni és újra kezdeni, vagy nulláról indítani itt a dolgokat, hanem ugye a meglévő játékelemeket ismételgetjük, korrigáljuk, javítjuk, és majd a következő, vagyis hát a világversenyre próbálunk olyan játékot, olyan védekezést és támadójátékot kialakítani, ami sikeres lehet. Ugye most a portugálok, illetve majd a szlovákok elleni EB-selejtezővel mutatkoztok be a válogatott téren. Van benned egy kis izgalom emiatt? Meg nincsen. Most dolgozunk, ott a meló közben minek izguljunk. Azzal majd izguljunk majd a meccsen, és nekik is mindig mondom, hogy ők ne izguljanak, majd mi izgulunk helyettük, ezért izgalom az nem biztos, hogy a jó tanácsadó. Nem. Most dolgozunk azon a pályán, próbálunk összerakni így a dolgokat, hogy minden rendben legyen, rövid meg hosszú távon. Mi a cél ezen a két mérkőzésen? Hát a két győzelem az a legfontosabb. Biztos, hogy minden edző, meg minden a játékos közönség örülne, ha valami nagyon szép játékot is mutatjuk. Én is örülnénk neki, de ha nem így alakult, az se baj. Mondom, az a két pont az, ami a legfontosabb. Természetesen mind a két mérkőzésen győzelmet szeretnénk. A lányoknak ugye nem lesz új az, hogy most itt októberben válogatott mérkőzést kell játszani. Itt, aki debütálni fog, ugye azok mi vagyunk, de ugye nem rajtunk múlik, hiszen a lányok vannak a pályán. Mi minden segítséget megadunk nekik ahhoz, hogy ezt a két mérkőzést győzelemmel tudjuk hozni. Milyen volt az első találkozás itt a kerettel a lányokkal? Nagyon kedvesek voltak, elfogadóak persze, hiszen mi azért jöttünk, meg ők is azért vannak itt, hogy ez a válogatott hosszú távon minél sikeresebb legyen, minél jobb eredményt érjünk el. Itt senkinek nem az a célja, hogy itt ne fogadjuk el egymást, egymás munkáját, hanem a közös cél az, hogy ez a válogatott eredményes legyen, és újra ott legyen a legjobbak között.